Üdv mindenkinek, Laos 2, 90 vagyok is. Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Well, good, that's back online. Ah, zsír. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test. Which involves deadly lasers, and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Valóban. A patch javított rajta, nem is keveset. Ja. Várjátok egy hangyapösnyit, még lejjebb halkítom. Ugyanis az előző részben igazam volt, nem én voltam süketül idiótám balfasz. Szimplán tényleg hangos volt a játék, ki gondolta volna? Nem ölsz meg. Köszönöm. Hoppá. Vissza. Majdnem. Szóval üdv mindenkinek, Gladus 290 vagyok, és most már remélem, hogy hallható vagyok, nem úgy, mint az előző részben. És így belegondolva az előző rész, senkinek nem is ajánlom. Pont emiatt. Csak hát, ja. Én azt hittem, hogy lehet engem hallani, és csak én hallom hangosan, mert általában ez szokott lenni. Jó hír viszont, hogy már nem lesznek crashelések. A lagok maradnak, viszont a játék nem fog összeomlani. Yay! Mennyi van? 22 teszt, gyerekek! 22 teszt. Csináljuk meg az easter egget, jó? Gyere! Ó! Oh. Fizika, gyerekek! Fizika! Te zsír! Sose néztem ezt még meg. De jó. Remélem értitek, hogy ez mitől van. Mert ha nem, akkor nagyon bénák vagytok fizikából. Hihihi! Ez mekkora fúny lehet már? Ha? Valami mozog. Valami nem akar bemenni a helyére. Azt! Gladus nem tudja összeszerelni az épületet. Mindegy. És hol marad Veatli? Na mindegy. Anyád, nem fogok megsülni. Ezzel egyébként a lézert lehet irányítani. Hasznos, mint a retek. Na! A kedvenc lépcsőm ismételten. Milyen retek van? Hát Gladus, ennyire béna vagy, Jézusom. Azért ezt nem összeszerelni, hát... Gyere ide. Úgy. Jövök már. You are a horrible person. Ez de raj. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Thermal discrimi? Jól látom, hogy discouragement. Jó, animáció, portálokon megy keresztül, és discouragement bean, és tényleg, az elbátortalanító sugár. Hát nem tudom én... Ne, megint elbátortalanító. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Mekkora köcsög már, hogy ilyen dolgokat mond? Jó, tudom, egy picikét mérges azért, amiért tett, amit tettem vele, de hát, na, hát... Hát, na, azért csak megöltem, nem volt itt semmi rossz dolog. Hé! Hey. Ez nem volt itt eddig! Ez mi ez itt? Ezt nem, erre nem emlékszem, gyerekek! Egy easter egg a Portál 2-ben, amire nem emlékszem! Sucker's luck. Exile, too many variables. VTF. És vilify, don't even try. Feels like a... Várjunk! Halljátok! Annyira halk, de lehet hallani. Gyere velem! Na ezt hadd hallgassam meg. Felhúzzuk a zene hangerőt, jó? Mm-hmm.
Irishman. Ezt a számot ismerem. Ez a Lab Ratnek a főcímdala a videóé. De jó! Miért maradtam erről a csodás easter eggről? Hát ez pedig nagyon jó kis easter egg, gyere velem. Esküszöm magam. Ja, de ott van a... Tiszta gonoszság a felső fokon. Most people in I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Hogyan szedtem volna föl kilókat? Aludtam! Több tízezer napig aludtam ember, vagyis robot, hogyan... mindegy. One moment. Mi a rajta? Erre sem emlékszem. Ja, de emlékszem. Sophie, afraid to slow it down. Do whatever it is you're going to do and you are destroying this facility. Ah! Kurva, ne most építsd! Ezt már rég meg kellett volna csinálnod. Hát ez jó ügyes volt, GLaDOS! Arra fele. Te jössz velem. Amúgy azért csodálkoztam, hogy nem volt, mert tényleg nem volt, most jut eszembe. Hiszen a játék felpecseltem. Anyád, hogy még véletlenül se fagyjon ki. És talán most már működik is. GLaDOS, nem gondolod, hogy ezt ki kéne tisztítani, mielőtt liftet hívsz? Kicsit instabilnak néz ki. És szerintem az is. Ahelyett, hogy kiszívna mindent ebből a kibaszott liftaknából, helyette szemétkedik. LOL, beálltam a szimmetriai középpontjára a liftnek. Hogyha forgok, akkor nem veszitek észre a körön. De jó. Milyen animáció van a falon? Ó, ez jó dolog. Ilyen teszt következik most? Igen! Itt van egy easter egg, gyereke. Itt van egy easter egg. De nem lehet megcsinálni. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Jaj, de vicces. Tudom, most kell megépíteni az egészet. Easter egg-ek után kutatok, de tudjátok, mit igazatok van, ne kutassunk. Ez gyors volt. Ezzel pedig annyit szoktam baszakodni. Várjatok? Csak mert ehhez... van egy ilyen kis audio is. Csak a zene hangerőt lealkítottam. Na, az sem biztos, hogy most hallottátok. De van egy ilyen. You're not breathing real air. Tényleg? It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. Jézusom, ez kaja. Nem érezni. Ja, és valamiért haladó szintű elszállított. Ja! Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. 15 hektár üvegszilánk? És miért tört szét az üvegszán? Nem is tudtam mondjuk, hogy létezik olyan. Easter egg! Easter egg time, Easter egg time, Easter egg time. Easter egg time! Fuck yeah! És ezzel a rádióval lehet kezdeni valamit. Hol vagy, te szuka? Ja nem! Hát tudom már, tudom, hogy kell. Ötlet, hogy jutsak vissza? Megvan. Ah, nem baj, így is jó. Mégse.
Végül is miért ne? Minek kéne végigrepülnöm, ha egyszer levághatom? Why the fuck not? Végül is. Oda repüljetek be mind aranyalmáim, jó? No, let the garbage flow. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes there's still trash in them. Mivel ugye most egy kockát kéne dobnia, de nekem az a rádió kell ott, ami repülget. Ez. Ez a rádiócska. És mivel minden oda szállogat befele, úgy jönni. Jó lesz. Hogy jutok oda-vissza? Így. Jó lesz. Bocsánat, de foglalkoznom kell az easter egg-ekkel, mert egyiket se csináltam meg soha. Na gyere ide! Tudom. Mindjárt. Na halljátok? És itt ilyen őrült jelet kap, ami nem múlik el. De ha jól tudom, lehet hallani, hogy valaki beszél. De lehet én tudom szarul. Valaki? Hát, ez nem jött össze. Tudtam. Viszont több minden már nem fog vele történni, ugye, mert... Hát több minden nem fog vele történni. Na mindegy, akkor szállítsuk el ide a kockákat. Vagyis a kockát. Aztán ennyi erre a részre. Szerintem. Ja, valószínűleg. Gyere, drágám. Jó lesz. Oda mész meg, hajrá. Á, azért mondom. Bűzös. Metafora. That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head. Which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Aj, már! Rossz, annyira szerencsétlenül hülye vagy néha. És most nem magamról beszélek. Közben meggondoltam magam, még játszok egy kicsit. Vonat kürt! Na, hallgassátok! Ha halljátok, ilyen zenét ad ki magából a kocka. Maximumon van a hang? Nem! Szerintem lehet hallani bőven. Legalábbis ha én hallom, akkor elvileg ti is. We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Ja, Istenem. Annyira elszony... Várjatok. Itt jönni fog Wheatley. Wheatley! Mindegy, most nem fog játszadozni. Valamiért úgy látszik, hogy ezt az easter egget nem lehet a játékból kierőszakolni. El vagyok, igaz? Ó. Így. Ott a kiárat, gondolom, ott a gombi, ott bizony. Hát akkor ez egyszerű lesz. Mm-hmm.
Így. Szépen átrepülünk. Amúgy ezt ide lehet úgy rakni, hogy később föl lehessen venni. Szóval meg lehet oldani azt, hogy nem tudod itt hagyni. Mert... majd mindjárt meglátjátok a második indokot, ami az érv mellett szól, látjátok? És ez... ugye a... Aperture Science Emancipation Grid! Ez nem működik. Szóval... fuck the system. Igen, mondja is GLaDOS. So that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. A faszt. Az a baj, hogy kurva csaló, figyeljétek meg. Rohadt anyja. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Jaj. Nem köcsög egy kicsit? Lelkembe gázol. Mert ugye ezek a kockák, ezek, hát érzelmük van. Úgy vannak megalkotva, hogy érzéseik vannak. Mert élnők. Na mindegy, következő részben folytatjuk, és most már remélem jó volt a hang. Na látjátok, hogy ez viszonylag hosszabb, tehát több részre fog kerülni, meg szedtem le DLC-t. Úgyhogy ha ennek a fő sztorinak vége, neki lehet állni DLC-knek. Utána meg persze még ott van a Portál Prelude is. Szóval sok minden van itt még portállal kapcsolatban, amit ki lehet vinni. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, következő részben pedig folytatjuk. Sziasztok!